közeledik Minden Szentek ünnepe, Halottak napja, hogyan készül rá? Mi már nagyon készülünk, bár vevő még nem nagyon van, még most nézelődnek, szerintem most később kezdenek el vásárolni, mert még inkább csak nézik. De szerintem már most senki nem szereti otthon tartani, mert bizonyára a pénz az megvan rá, meg is lesz, tehát aki akarja, úgy is megveszi, csak már most szerintem nem szeretik otthon tartani. Milyen virágokkal készülnek, és milyen formát öltenek ezek a virágok? Krizantén, tehát ilyenkor igazából csak azzal készülünk, ugye cserepessel, vágottal, és ugye koszorúkkal. Nagyon sok élő virágot adunk el ilyenkor, de azt az utolsó napokban inkább. Ilyenkor még jobban megveszik a selyem koszorúkat, a cserepes virágot, ugye ilyenkor rendbe rakják a temetőt, és akkor utolsó napokban pedig viszik az élő virágot. A virágokon kívül miket lehet még önnél kapni, illetőleg mennyire viszik azokat a termékeket? Mécsest, sírdíszeket, ugye élő virágokat, kisebb cserepes virágokat. Hát igazából a mécseseket azt is az utolsó napokban viszik jobban. Hogyan készül a Halottak napjára? Hát mi úgy szoktunk készülni, hogy előtte egy-két héttel körbejárjuk a temetőket, rendbe rakjuk, virágokat ültetek, krizantinokat, és ilyen csináltatott koszorúkból szoktunk díszeket rakni, mert nem szeretem a műanyag koszorúkat. Van több sírunk, és a mécseseket majd Halottak napján szoktuk kivinni. Hogyan készülnek a Halottak napjára? Előkészítjük a művirágokat, meg a természetes virágokat, gyertyákat veszünk, elemet cserélünk, tehát felújítsuk, mint ugye elmondtam, és majd később javul az idő, kivisszük. Tehát még van időnk, úgy gondoljuk, és megemlékezünk szépen. Inkább a rendes virágot, tehát a gyökeres virágokat részesítsük elénybe, bár a művirág, mit tudom én, művirágnak az a lényeg, hogy szép, de nem annyira tetszik neki. Hogyan készül Halottak napjára? Hát először is kimegyek a Halottak napja előtt a temetőbe, rendezem a sírokat, a sírkertet, rendbe rakom a koszorúkat, régi koszorúkat leszedem, és aztán jön a Halottak napja, elmegyek a temetőbe, illetve előtte bevásárolok koszorúból. Az élő virágokat jobban szoktam részesíteni előnyben, de viszont a művirágot meg azért szeretem, mert az még egészen sokáig bírja és tartós. Gyertyákat vásárolok, mécseseket, és körbe rakom a sírokat, és Halottak napja előtt este ki szoktunk menni a temetőbe, és végiggyújtjuk az összes mécsest, és az olyan szép, amikor úgy égnek a mécsesek a temetőbe.